Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket innen a 2018-as Genfi autószalonról. Egy Bentley Continental GT-ben ülünk, ez pedig nagyon ritka alkalom szerintem nagyon sokunk számára. Hát meg is néztük, hogy a fedélzeti rendszer egy ilyen több tízmilliós autónak milyen, hogyan működik. Hát eleve a képernyőnek a felnyitása már elegáns, különleges, hiszen egy gomnak a segítségével a műszerfal mögül bukkan föl a meglehetősen méretes érintő panel. Gombokat is találunk, gombok segítségével is tudjuk vezérelni egyébként a legfőbb funkciókat, illetve itt az automata váltó környékén is további fizikai gombokat lehetünk föl, de tényleg azért itt eligazodni nem olyan könnyű, de akinek el kell igazodnia, valószínűleg egy nagyon boldog ember lehet, legalábbis hogy sok pénze van, az egészen biztos. Maga a fedélzeti rendszer viszonylag átlátható, a legfontosabb, legtöbbet használt funkciókat kártyalapok formájában itt találjuk, hát rögtön rá tudunk menni például a térképre, de van baloldali külön menüpont is ehhez. Itt van a térkép, maga a Genfi autószalon a Genfi reptér mellett található, tehát itt be is pozícionált minket a gépjármű, meg tudunk adni új helyeket, ahova szeretnénk menni, sőt még a forgalomról is információkat kaphatunk, nyilván ehhez azért nem árt 4G kapcsolat, amire az autó képes is a SIM-kártya tárca segítségével. Ezen kívül van még média menüpontunk, ahol nem csak a rádiót érhetjük el, hanem természetesen okostelefont is tudunk hozzácsatlakoztatni a fedélzeti rendszerhez, így Bluetooth-on keresztül saját zenéinket is hallgathatjuk. Be tudjuk állítani egyébként a csatornákat ilyen kis analóg formában is, egészen mókás ilyet látni, de nagyon stílusos, hogyha pedig a telefont hozzákapcsoljuk a fedélzeti rendszerhez, akkor hívásokat is kezdeményezhetünk, van érintő padunk, amivel be lehet pötyögni a számokat, ezen kívül pedig nyilván a kedvenceket, az eddigi hívásokat, a névjegyzéket, valamint az üzeneteket tudjuk elérni. Hogyha ráadjuk a gyújtást a gépjárműre, akkor különféle információkat lehetünk fel róla. Itt van a Bentley Continental GT-nek a képe. A hátsó spoilert kinyithatjuk sport módban, az Eco mód leereszti, tehát ilyenkor azért nem kell feltétlenül használni, de nyilván ez akkor jó, amikor gyorsan megyünk, hiszen a leszorító erő a gépjármű hátuljára is hatni fog. Megnézhetjük a guminyomást, és arról is információt kapunk, hogy ekkora guminyomás milyen maximális sebességnél jelent még biztonságos. 168 mérföld, az körülbelül olyan 240-50 km/h sebességet jelent. A tire settingnél megállíthatjuk azt is, hogy maximum speedre, és fölfújja ezeket a rendszer, hát ilyenkor még gyorsabban tudunk haladni, nyilván ott, ahol ez lehetséges. A beállításoknál elég sok mindent megláthatunk, például a vezetés segítő szolgáltatásokat, ilyen a parkolás segítő, vagy ilyen például a Matrix LED-es fényszóróknak a bekapcsolása, amivel az átlagosnál sokkal jobban lehet természetesen világítani. Ha visszamegyünk, ezen kívül azért még sok más beállíthatunk, például a járműnél lezárhatjuk az autót, beállíthatjuk, hogy milyen üléspozícióban legyünk, ezen kívül pedig, hogyha visszamegyünk, akkor természetesen másokat is elérünk. A kijelzővel kapcsolatosan pedig nyilván konfigurálni tudjuk a fényerősséget, és a belső-külső világítást is tudjuk mahinálni, hogyha szeretnénk. A systemnél, a rendszernél pedig magát a rendszert tudjuk egy picikét személyre szabni, frissíthetjük a rendszert, bizonyos nyelveknél működik a hangvezérlés is természetesen, és hogyha még ez nem lenne elég, akkor a klímát is vezérelhetjük innen, vagy akár a fizikai gomboknak a segítségével meg tudjuk adni, hogy hova fújjon, mikor fújjon, hogyan fújjon, tehát tényleg szinte mindenre lehetőségünk nyílik. Egy könnyen átlátható és jól használható rendszerről beszélünk, aminél érintés érzékeny a képernyő, és nagyon éles képet garantál, de hogyha ez nem elég, tényleg itt vannak a fizikai gombok alul a váltó mellett, hát ez is egy olyan, amin el kell először igazodni, ki lehet nyitni innen azért elég sok mindent, a hátsó csomagtérajtótól kezdve be lehet kapcsolni, például az elektromos kéziféket is, tehát tényleg egy komplex rendszerről beszélünk, aminek párja egyébként a vezető előtt található, a kormányról vezérelhető pár funkció, ezen kívül pedig ott is kijelző formájában láthatjuk a legfontosabb adatokat.